Kedves nézőink, új vendégeink vannak, illetve nem is, az egyik őjük az szinte rendszeresen itt bejár hozzánk. Szanyi Tibor az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnöke, hogyha jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Skálai Szilvia, az ISZOM-nak a képviselőjelöltje, ISZOM-MÖ képviselőjelöltje. Jól mondom? Igen, jól mondom. Teljesen. Egy különleges témát fogunk most körbejárni. Tessék nekem megmondani, nőként, értelmiségüként, romaként, hogy másképp fogalmazunk, cigányként, ezt mindenki másképp használja. Mennyire lehet ma érvényesülni Magyarországon? Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy értelmiségi nő, vagy éppen cigány, vagy nem cigány. Tudom, én most csak mindent felsoroltam, tehát hogy ami bizonyos szempontból nehézséget okozhat az életben, de figyelek. Alapvetően mondhatjuk azt, hogy hátrány. Van hátrány. Valahogy, mintha kétszer kellene teljesíteni egy nőnek. Ha csak nőről beszélünk, azt még tetézzük, hogy cigány is, akkor ott van az a pici ómen a többségi társadalom felé. De én ezt nem tekintem egyébként hátránynak. Én büszkén vállalom. Jó, hát sőt, mindent megteszek, és pont ezért csatlakoztam az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomhoz, Huszti Andreához, Szanyi Tiborhoz, akit nagyon örülök, hogy megismerhettem, mert pontosan ez az a párt, ahol nem nézik azt, hogy ki honnan jött. Abszolút. Hanem azt, hogy amit szeretnénk tenni. Jó. Azt szeretném megkérdezni, tisztelt miniszterelnök jelölt úr, hogy nem szeretem a kifejezést, és elnézést kérek, mert mindig van neki valami rettenetesen rossz íze. De nem tudok most más kitalálni. Az ISZOM-nak van-e olyan, ahogy mondjuk cigánypolitikai koncepciója, és nagyon rossz a bűrossz a kifejezés, de ez van jelenleg a magyar közéletben. Pont ezért nincs. Tehát az azt jelenti, hogy viccesen hangzik, de ugye Szilvia egyben, de Kálai Szilvia nem csak a 8.-9. kerületi jelöltünk, mint Budapesten, hanem a pártnak az egyik alelnöke, én lennék a másik. És hogyha összenézzük azt, hogy egy olyan párt, ahol az elnök is nő, meg az alelnök is nő, azért ritkán van Magyarországon, ez az egyik. De ez nem azért lett, mert ők nők, hanem azért, mert úgy döntöttünk, hogy. Hogy ők. És Szilviával is beszéltünk, mindenki beszéltünk, nem fogunk csinálni semmiféle ilyen álpolitikát, hogy most roma politika, de mert ugyanezen az alapon akkor kell nem roma politika, akkor kell zsidó politika, akkor kell mit tudom én, keresztény politika, arab politika, mit tudom én mi minden, tehát így nem lehet felszabadulni, mert emberek vagyunk, embert nézünk, és mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen az egész programunk úgy, ahogy van, különösen ennek a legerősebb mondata, ami ugye a nettó 250.000 forintos havi minimálbér. Hogyha ezt sikerülne elérni, akkor tulajdonképpen ez önmagában megoldana egy rakat olyan problémát, amit mi ma még ilyen egészen lesújtó kategóriába kezelünk. Tehát én most értem azt, hogy mindenféle történelmi, társadalmi, stb. Okai vannak, de mondjuk, hogyha ekkora lenne ez a 250.000 forint nettó lenne a minimálbér, ez óhatatlan megemelni az egész elmaradott rétegeket, és benne a cigányok egyik másik szegletét, hiszen ugye főleg a vidéki cigányság az piszok nehéz helyzetben van. De én ezt kérdezem, hogy példának okáért, oké, 250.000 forintos minimálbér, de ahhoz, hogy valaki nettó megkapja 250.000 forintos minimálbért, mi kell? Dolgozzon. Igen. Erre kérdezem, hogy erre mit kínálnak? Az igazság, hogy ezt kicsit reálisan kell nézni. Szeretném hallani. Az egyik az az, hogy ugye mindenki ilyen axiomákban él, ami egyébként már rég nem igaz. Az egyik az az, hogy ki a legnagyobb munkaadó a Magyarországon, nem a nagyvállalatok, nem a kisvállalatok, hanem az állam.
egyedi legnagyobb munkáltató. Utána jönnek a kisvállalatok, és akkor a legvégén vannak a nagyvállalatok. Vannak olyan térségek Észak-Magyarországon, ahol egyébként csiliárnyi adottság létezhet, de hogy oda a klasszikus értelemben vett ipar nem fog menni, az hétszentség. Igen. Soha, semmilyen körülmények között. Ezeknek az embereknek az életét valóban szociális ágon kell kezelni, és a mi programunkban vannak egyébként szociális típusú megoldások a munkanélküliségre, tehát ennek ez a kezelési útja, módja. Például a természetvédelem önmagában kiad rengeteg állást, és erre meg is van a fedezete, de most erről ne beszéljünk. Az egésznek az a lényege tulajdonképpen, hogy a mi képletünk az az, hogyha az emberek jövedelemhez jutnak, hogyha a faluban mindenkinek van egy tisztességes jövedelme, akkor a boltos is meg fog élni. Világos. Jó, értettem. Kedves Szilvia, ki a kihiteles cigánypolitikus? Cigánypolitikus? Nem hiszek a cigánypolitikusokban. Sem igen. A cigánypolitikában. Az előbb ugye leszögeztük, hogy én azt gondolom, hogy ez egy 30 éves beidegződés, és egy mondhatjuk azt, hogy egy olyan taktikát választottak a 30 évvel ezelőtt a politikai elitek, hogy szeparáljunk, csináljunk egyfajta kerítést a maga a nagy politikán belül a romáknak, mivel a legnagyobb kisebbség, a romaság, nem, politikus kell, hogy legyen, jó politikus, felkészült, emberséges, tudja, hogy honnan jött, és elsősorban azt gondolom, hogy a jó politikus az, aki az emberekért küzd. Az embereknek a jólétéért teljesen világos szerintem. Az embert kell nézni, az én körzetem Budapestos számú körzet, ez Józsefvárost és Ferencváros foglalja magába, és igenis le kell menni az emberekhez, és nem csak üzengetni, és nem csak megmondani azt a tutit, hogy na, akkor szavaz rám, hanem meg kell őket hallgatni, és nem csak a problémát, hanem azt a jó dolgokat is, amiket elmondanak. 250 ezer forint ott megkérdeztem, nagyon sok ismerősöm van a 8., illetve a 9. kerületben, és igencsak örülnének neki. Ha 250 ezer nettó fizetésük lenne, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy nekem van annyi, csak épp 3 munkahelyen szerzi meg, reggel elindul, és este ér haza, és a családját konkrétan nem látja, és akkor ilyenkor mondhatjuk azt, hogy az utca neveli a gyermekét. Szóval ezeket a dolgokat kell megállítani. Én azt gondolom, hogy az ISZOM, vagy igen, szolidaritások féleképpen nevezik, pontosan ezért mondja azt, az a legfontosabb pillér, az igenis a szocializmus, és annak az ereje. És mindenkinek kell, hogy vágyjon a szocializmusra, és tudom, hogy vágynak rá. Abszolút. Úgyhogy mi az emberek mellett kell, hogy álljunk, sőt, mindenki az emberek mellett álljon. Én... azt gondolom, hogy a mellébeszélésnek legyen tényleg vegyünk véget a mellébeszélésnek, és valóban álljunk ki. Biztonságos otthont, egészségügy, szerintem a legfontosabb az egészség, majd utána a nyugalom, a biztonság, és nem utolsó sorban pedig a szeretet. Jó, de mégis azt kérdezem, hogy, és ez mind a kettőjükhöz szól az a kérdés, hogy másképp kellene megszólítani Józsefvárosban, Ferencvárosban élő cigányembert, vagy mint mondjuk a 7. kerületben élő nem cigányembert. Most éppen a 7. stúdióban ülünk. Tehát, hogy másképp kell-e megszólítani a kampány során? Nem kell. Nem feltétlenül kell megszólítani. Tudjuk nagyon jól, hogy minden ember más. Ugye másmilyen életközösségben, másmilyen osztályban él. Nem feltétlenül kell. Világossá kell tenni azt az üzenetet, esetleg amit ő nem ért, akkor azt úgy kell lefordítani, hogy ő azt megértse. Abszolút. Alkalmazkodni kell minden emberhez. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy minden ember egyforma. Én azt gondolom, hogy nem kell, de természetesen az üzenetet kell, hogy ő neki jó átmenjen. Jó. Milyen a 8.-9. kerületben jelenleg az emberek véleménye, kormányváltás, nem kormányváltás, és ez persze gondolom mind a ketten elmentek kampányolni már, illetve elkezdtek valamit
beszélgetni az emberekkel, hogy gondolkodnak erről? És ez csacsi kérdés, de mégiscsak sok emberrel beszélnek. Van pró és kontra vélemény, gondolom én. Én mondjam? Már bármelyik ők, hát húzzunk sorsot. Igen, nem csacsi kérdés. Az emberek zűrzavarban élnek. Én ezt tapasztalom a 8. és 9. kerületben. Ömlik a médiában az ellenzék, vagy éppen a kormánypropaganda, és én azt látom, hogy tényleg 22-re megzavarják azt a bizonyos légkört, hogy most mi van. Sőt, kimerem jelenteni, hogy nagyon nagy ellentéteket szülnek egymás tábora ellen, mármint a szavazói rétegben. És ez nekem nem tetszik. A világos üzenetek azok úgy átmennek egyfajta versengésben, és a végén csak azt látjuk, hogy bizonytalan és ellenséges szavazókkal találkozhatunk. Én járom a körzetet, járom a 8. kerületet, mindenhol a politikában, és annak a ellentétében, vagy előítéletében botlom, hogy valóban valaki ezt az oldalt, valaki azt az oldalt szídja, és hogyha egymás ellenben, szóval nincs meg a vitakultúra. Ezt tapasztalom, és ezzel óriási károkat okoznak. Nincs világos üzenet kvázi az ellenzék oldaláról. Világos. És akkor nézzük a miniszterelnök jelöltet. Hát ugye én veterán politikus vagyok, és azért sok mindent láttam már, de talán az egyik legfontosabb tapasztalat az az, hogy ezek az elvont absztrakt fogalmak, mint kormányváltás, mondjuk egy kis településen élők számára azért nem úgy merül föl, mint ebben a stúdióban. Tehát őket annyira nem húzza lázba. Nekik olyan úri huncutság, az a pesti politika, nekik őszintén szóval halál mindegy, hogy ki a kormány. Nekik az a fontos, hogy valami olyasmi vezérsége legyen ennek az országnak, amiből fakadom aztán neki jó. Valahogy tud boldogulni a maga életével, és a többi. És persze nyilván a másik oldal is megvan ennek a dolognak, hogy akárki van kormányon, azért azt általában szintén szokták, tehát ugye, mert valami mindig nem jó, valami mindig nem stimmel, évszázados, évtizedes, vagy éppen aktuális problémák sokasága merül föl. Hogyha valaki úri kenő udít, akkor a kormány szidja, amúgy szidhatná a polgármestert, saját magát, bárkit. Tehát igazából, és ez a mi pártunknak egyik innovációja tulajdonképpen az egész politikai megközelítésben, hogy mi azt mondjuk, hogy nem elvont ideákat kergetünk. És nem azt nézzük, hogy most gyakorlatilag a ilyen-olyan másik párt, egyik párt mit nem mond, és akkor azon jókat vitatkozunk, és akkor összekapunk meg. Ne. Egyszerűen az élet fundamentumaiból indulunk ki, és ezért jutottunk el odáig, hogy a mai közegben, a mai gazdasági társadalmi helyzetben, amit egyébként kapitalizmusnak hívunk, gyakorlatilag egyetlen mérőeszköz van, ez a pénz, és az azt jelenti, hogy ha pénzt juttatunk, jövedelmet juttatunk az emberekhez, akkor tulajdonképpen megoldjuk rengeteg problémájukat, és nem ördöngösségről beszélek, mert most ez a bizonyos 250 ezer forintos nettó minimálbér, ez kapaszkodja meg. A német 35 év után járó minimál nyugdíjnak a kétharmada se. Igen. Tehát szóval olyan szintű, és van ez a hatos szám, ez nekünk nagyon fontos. Mindjárt meg is mondom, miért. Gyakorlatilag az egyfőre jutó GDP-nek egy hatoda ez a 250 ezer. Igen. Most mitől abszurd a 21. században, hogy valaki az egyfőre jutó GDP-nek az egy hatodát megkapja munkat? Miért? Szóval, a másik pedig az, hogy másik egy hatodunk is van. Végeztünk mindenféle vizsgálódásokat, kutatásokat, meg ez, meg az, meg amaz. Tehát nem csak egy dologról beszélek. Gyakorlatilag nálunk úgy néz ki, hogy aki ismer minket, 6-ból egy ember az hajlandó lenne ránk szavazni. Tehát ez azt jelenti, hogy van ereje annak, amit mi mondunk, és persze nem csak ez a 250 ezer fontos nettó minimálbér van nekünk a fejünkben, hanem gyakorlatilag hát ott van az interneten a programunk, nem fogom felsorolni minden. Kezdik felfedezni most már a politikai pártok, egyik másik már rágja a körmét, hogy ez neki miért nem jutott eszébe. Miközben semmiről nincs szó, csak amit a Szilvia mondott, hogy legalább az életét akarja valamennyire biztonságba tudni, és ebben benne van már egészségügy, meg egyáltalán a társadalmi, gazdasági biztonság. Ezt, hogyha megadjuk az embereknek, onnantól kezdve már sokkal könnyebb lesz politizálni.
Jó. Azt gondolom, hogy minden politikai erő, így az iszom is most nagyon nehéz fába vágni a fészéjét. Meggyőzni az embereket arról, hogy elmenjenek majd szavazni. Ennyire érdekel őket a politika. Mert hogy nem szabad otthon ülni, én gondolom ezt. Aki azt akar, hogy maradjon, aki változást akar, aki nagyobb változást akar, az menjen el szavazni. Ez egy komoly feladat, gondolom, ugye? Természetesen. Jó. Hát mit mondjak? Sok sikert kívánok mindenhez. Köszönjük. És fenyegetésképp rövidesen majd találkozunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.